Ismét a csaló CC-ponton vagyunk, és ezúttal megnézzük, hogy mire képes az új Tier 8-as német prémium könnyű tank, az LKPZ-70. Akárcsak ugye az 77 szintén Waffen-Trigger ládákból kapható vagy megszerezhető prémium tank, Tier 8-as. Szóval elsősorban ugye azoknak a játékosoknak fog ez kedvezni, vagy bejönni, akik szeretik a Bulldogot, a HVG-30-ot, a HVG-12-t. Alapvetően egy, hát mondhatjuk, hogy többé-kevésbé standard könnyű tank a németeknél. Eléggé lassú, 60-nal megy. Egyébként a sebesség megtartása tök jó, tehát puhatalajon is amúgy tartja a 60-at, ami alapvetően pozitívum, illetve ahogy látjátok, rendelkezik egy ilyen lédgós felfüggesztéssel, amivel a lövesülése 10 fokról 17 fokra nő, amivel a játék egyik legjobb gandapjével rendelkező könnyű tankja. Plusz ugye ez a tipikus Tornwagen vagy Concept 1B torony, ami tulajdonképpen mint ocs lenne. Szeretek középen kezdeni, gyorsabb tankokkal. Ugye amikor valamilyen tank rosszul, el lehet lőni. Sajnálom, hogy ebben az esetben de talán ez a Patriota, a T-25-ös crossword, csak nem láttam rá rendesen. Közben figyeljünk arra, hogy az AC miatt megszívjuk. Maga a főfegyverzet egyébként egy viszonylag gyors APC-lövedékkel rendelkezik, mint alaplövedék. Csalunk egyébként a pent illetően, 190 mm-ben érték. Ugye 260 hit lövedék, ami egyébként eléggé kiemelkedő, valamint 105 mm érték repász rombolóval, vagy 320 alfára. Maga a tank egyébként eléggé lemondásos, tehát egy lassú, könnyű tank, ami rendelkezik egyébként egészen jó átszázási értékkel, de nem jobban, mint például az LT-432, vagy éppen egy LC-90, ugye a két meta könnyű tank TR-8-ban, de még az LBR-75-ös is jobb átszázásra rendelkezik, az LKPZ. Viszont egyébként a sorban talán hopp, 4-ben benne van. Annyira megnézzük az LKPZ, hogy egyébként alapvetően eléggé jó átszázásra rendelkezik, csak ugye lassú, tehát ugye megy kb. 60-nal. Az AC-k nem vagyunk képesek beszpottolni. Mindegy, ez van. És sajnos, vagy nem sajnos, de nem a legjobb a DP mértéke sem. Ugye ezért akarom ezt kihangsúlyozni, például van az AC, ami szintén nem rendelkezik kimondottan jó DPM értékkel. De az átszázása miatt, meg ugye alapvetően hogy ez egy legjobb spotter TR-8-ban, ha nem a legjobb, ezzel mégis képes kompenzálni, és mégis egy számottevő tannak számít. Szóval az LKPZ-vel a gond elsősorban nem az, hogy egy spotter pár bajt elveszítesz vele, mert nyilván nem ilyen térképeken, de mondjuk tegyük fel egy Rohón vagy Majnovkán, hanem az, hogy nem biztos, hogy bejön a pozícióra. Mondtam nektek, hogy megnövelt penérték repász rombolóval, 105 mm, szóval egy boroskólával szemben használni kell, illetve ha tudjuk flankelni a Patriótát, és én bízom benne, hogy tudjuk majd flankelni, mert majd a hátában lesz romboló. Ez is felveszünk tőle. Oké. Ez a kevés, kb. Nem létező páncélzat ezúttal működött. 37 sebzés oldalról. Ez van, kissé állukó-malukó, de a Patriota megvan. Érdekes amúgy ennek a mérkőzésnek a tempója. Az ellenfél éjszakon betolta és elporlattak. Lehet-e vitatni a lőszer sebességét a APCR-rel, 1000 méter per szek. Hogy ez most gyorsnak számít, vagy éppen lassúnak? Nézőpont kérdése, lehet inkább arra jelzsbítanék, hogy közepesen gyors lőszer sebesség az LKPZ esetében. Egyébként meg tudom, hogy a játékosok nagy része, ami nem élvezi ebben a metában a könyvtank játékot, egyszerűen azért, mert könnyű tankkal nagyon kis mértékben tudod befolyásolni a mérkőzéseket, és ez tény. Tehát, hogy nyilván megvannak ezek a meta könnyű tankok,
EBR, F6-os, az RC90, az RT432, az RT1 ruler, könnyű tank igazából, ugye az RC a tökéletes spotter tank, az EBR tármechanika, jó sebzés, jó mozgékonyság. Nézzük közben a Repest rombolót erre a linksre, bízunk benne, hogy a defile meg akar bennünk intézni közben. Vagy talán mégis. RC misszelt egyet, misszelt kettőt, átváltunk APC-re. Igazából hitlőszer kéne, de jó az APC-re, és akkor még ugye ott az a játszó a legvégére. Ó, nem, van még egy AT-60. Akkor davaj. És most gondolhatnátok, hogy jól van Chef, de te nem szereted a könnyű tank rinókat. Az nem igaz, nekem egyébként a kedvenceim voltak a könnyű tankok. Hát, amúgy nagyjából egészen addig, ameddig a Wargaming nem találta, hogy felpatintja őket TR-10-be. És ott ugye nagyon sok könnyű tank, amit én szerettem, azt valamilyen színűen igazából nerfelte a Wargamingre, mert rengeteg csőpaja miatt a könnyű tankokkal, hát igazából nehéz is a játék, meg valamilyen szinten ugye haszontalannak érzed magad játékon belül. Ezért ebben a metában az, hogy lenne egy jó lövegsüllyedésed, jó páncélzatod, jó tűzerőd, az fontosabb, mint hogy legyen mozgékonyság meg átszázási értéked. Vagy ha mindenképpen ez utóbbi kettőre pályázol, akkor meg már tényleg inkább ugye választasz mondjuk egy RC Ivan 90-et. A sebesség, akkor ugye az EBR, ha meg egy olyan light tankot akarsz, ami bemegy és harcol és pusztít, arra meg ugye ott van az RT-432-es. Hát maga az LKPZ-70 alapvetően szerintem nem számít egy meta könnyű tanknak. Kicsit az embernek a nézése van, mint tavaly a T3 Jägerrel vagy a Jattiger Protóval, hogy oké, a tank nem rossz, de lehetne jobb is. Azért, ha megnézitek, ugye a többi német könnyű tank, tehát mondjuk a Black Dog, M41 90mm Bulldog, M41 90GF Bulldog, ugyanaz a kettő, ezen ugye nincsen 2D festés, HVK30, HVK12, ugye a lőszersebesség jobb egyébként, mint például a Bulldognál, meg a HVK12-nél. Fenérték hasonló, átlagsebzés hasonló, maga a lőszerek egyébként nagyon ugyanarra sémerre építenek, és amúgy most itt a Tengzo GG-t ne nézzétek annyira, mert vannak eltérések, aközött, amit látunk játékon belül, meg aközött, amit a Tengzo GG ír. Egy-két eltérés van, de 90%-ban pontos egyébként, amit az oldal ír. Szóval az összes tank egyébként erre épít, hogy alplövedék, 180-190 méterben értékkel, egy hitlövedék 250-től 260 mm-ig, meg ugye egy olyan repesz romboló, aminek az alfaja 320, és meg van növelve a penértéke. A Bulldog esetében például penértéke kicsit kevesebbek, hát így átlagban 10 mm az eltérés, de a DPM értéke az sokkal jobb. Maga a lövegkezelhetőség korrekt egyébként. Igazából a legtöbb paraméterében a lövegkezelhetősége ennek a light-nak jobb, mint a riválisoknak. Illetve a 17-es gun depth az úgy jön ki, ha a tankot sebessége 10 km per óra süllyed, akkor bekapcsol a siege mód. A 10 fokos lövegsüllyedésed 17 fokra nő, a lövegemelkedésed pedig 20-ra 27-re. Mind a kettő egyébként egy prima érték. És egész addig, ameddig 26 km per óra alatt maradsz, addig az működik. Amúgy, hogy erre játékon belül ki ezekre szokott figyelni, nem is tudom, eléggé kevesen. Szóval a vésebessége 60 km per óra. És már egyébként szerintem a többi könyvtank esetében is a 70 az éppen csak, hogy kielégítő. Ez a 60 szerintem az LKPZ esetében eléggé kevésnek tekinthető. Hogy a turbó indokolt-e? Lehet, csak hogy akkor a kiadés adott, hogy akkor milyen felszerelést cserélsz. Mi az, hogy megéri. Annak érdekében kicsit gyorsabban tudj mozogni a térképen. A védelme az amúgy jobb, mint mondjuk egy Bulldognak, vagy egy HVK-nak, tehát igazából arról van szó, hogy ez a 30 mm
páncélzat, ez ad lehetőséget arra, hogy a tank rendelkezzen rikossé szögekkel. Most megnézhetjük a páncélzatát ennek az LKPZ-nek, de a lényeg az, hogy nagyon nagy fokban van döntve a páncélzat. Például ez egy effektív, közel 70 fokos döntöttségi szög. Mi azt jelenti, hogyha mondjuk egy másik LKPZ-vel rálősz egy LKPZ-re, akkor innen lepattansz. Egyszerűen a szögek miatt ugye ez így lepattan. Mondjuk az oldalpáncélzat pont nem, mert szinte már overmatcheli ugye 45 mm fölött az oldal páncélzatát, de egész addig, ameddig nem rendelkezel egy 90 mm kalibertől nagyobb főfegyverzettel, addig itt ugye lepattansz róla, szinte még AP-val is. Nézzünk már egy IR-8-as tankot, mondjuk egy 12T-t. 12T AP-val meglő, lepattan rólad. Nyilván itt már úgy beüt, mert megvan ugye a kaliberszabály miatt az esélye arra, hogy 100%-ban penelje a tankot szögtől függetlenül. Hát ez minden igazából, egy-két ilyen szöggel rendelkezik. Maga az LKPZ amúgy összességében szerintem nem egy nagy resztés. Én azzal csaltam, hogy mivel ez egy 4 skilles legénység, ezért direktívából tettem rá álcázást. Ez ugye megadja a teljes álcázási értéket, ami azt jelenti, hogy plusz 3 képességet ráteltek. Ugye ez egy csoportos képesség, és így igazából minden legénység tag plusz egy skill rendelkezhet. Ugye van nekünk egy ilyen alap konfigurációnk optikával, töltéssel, V-stabból, ez egy ilyen félig harcos, félig spotter megoldás. Egy spotter tannak azért felint teljes mértékben az esélyt arra, hogy bespottoljon ellenséges tankot, nem szabad, szóval szerintem ez így kezdésnek nem rossz. A másik pedig egy teljes mértékben standard spotter megoldás. CVS-szel, azaz magyarul parancsnoklátás rendszerével, optikával, meg ugye zajcsökkentővel, vagy kipfogórendszerrel, ahogy tetszik. Íme a filmodok, rámentünk a sebességre, ez ugye ad 2 km per órás vésebesség bónuszt, tűzerő egyébként. Lehetne választani a mozékonyságot sem beleférne, de veressünk a csatát, még egyet az LKPZ-vel. Nem is tudom, mit mondhatnék egyébként erre a könnyű tankra. Az az igazság, hogy én elképesztően baltrencsés vagyok pályák kapcsán ezekkel a könnyű tankokkal. Hát nekem valamiért a játék nagyon ritkán akar beadni olyan térképeket, ahol tényleg tudok deríteni. Tehát beadni mondjuk egy Prohót, Majnovkát, Red Shire térképet, Live Oaks-ot nagyon ritkán kapok a light tankokkal. Kapok például egy Airfield-et. Gondolj bele, Airfield-en te a könnyű tankoddal tudsz spottert játszani, nem igazán. És a másik probléma, könnyű tank játék nehéz, nincsen páncélzatod, valami kérdés a HP-d. És az emberek valamit azt gondolják, a könnyű tank játék arról szól, hogy neked be kell rohanni és meg kell halnod. De nem egészen erről van szó. De a könnyű tank szerepe alapvetően nagyon sokrétűsebben a játékban, alapvetően a tankosztályok szerepkörei nagyon sokrétűek. Ebben a játékban alapvetően volt egy nagyon-nagyon-nagyon király design, ami a könnyű tankokra, a tüzességre, TD-kre, medekre, nehéz tankokra épült, és 2024-re a játék van butítva lényegében medekre, meg heavy-kre, és ami van is TD, az is inkább nehéz tank, mint sem tankvadász. Most itt gondolj egy E3-ra, egy Badger-re, egy 2.8 V4-re, inkább funkcionálnak azok nehéz tankként, mint tankvadászokként. Volt egy nagyon király ilyen kőpajróló elv ebben a játékban. Könnyű tank derített, tüzességgel jut működve, intézték a nehéz tankot, akár a TD-vel karöltve intézték a nehéz tankot. A közepesten levadászta a könnyű tankot, de a könnyű tank levadászta mondjuk az Artit, amely levadászta az Artit. Van egy ilyen nagyon király ilyen kombó, hogy melyik tank kell, melyik tank működik jól. Például egy ISU, ugye a 152 mm-es főfegyverzetével simán levadászott a király tigrist, viszont
ezt a nagy lövegre rendelkező UP TD-t az OPS tankra likvidálhatta, vagy akár egy könnyű tank likvidálhat úgy bemenni mellé. És akkor mondjuk egy tüzér, meg egy könnyű tank ugye lerakott, nem tudom, mondjuk egy Sturremilt, ami egy tipikus standard TD a játékban, és nagyon nehéz például ezzel a TD-vel is a játék ebben a metában. Egyébként az ilyen puha célpontokkal szemben hoppá bespottolt valami. Ez érdekes. Lehet, hogy középen bújik egy Blesk, vagy éppen egy SPC. Egyébként a Blesk szerintem amúgy pattogrúlunk. Ugye a Kaliber szabály miatt szerintem egy Blesk játék, és amúgy lepattogrúlunk. Nagyobb esélye, mint egy LC-ről, vagy bármilyen más tankról. Szerintem amúgy ennek az LKPZ-nek, hogy meg kell majd nézni a Tenzo GG-n, de szerintem jobbak a túlési esélyei egy Blesk-el szemben. Ugye ez a Blesk, ez az új csehszlovák gépágyús TR-8-as könnyű tank. Szóval jobbak az esélyei, mint bármelyik másik német könnyű tanknak. Hát számít ránk. Senior Zsembon. Nézzük, hogy van a lehetőségünk lőni valamire. Amúgy az igazság, hogy ez a mérkőzés sokkal lassabb, mint amire én úgy alapesetben számítottam. 4.2 a HP hátrányunk, nem tudom, hogy higgyek-e ennek az értéknek. Okay. Emil, vaklövéssel. Az a 526, úgy nyilván Kemper könnyű tank. Kemper rúg könnyű tank. Éremelte. Hát, én nem hiszem, hogy még egyszer píkelnek. Nézzünk egy hitlövedéket, és megnézzük, hogy tudjuk-e darálni az AMX testét. Szerencsére igen. Azért figyelni kell, mert az AMX úgy dönt, hogy meglő majd bennünket. Oké, kéne még kettő lövés arra az AMX-re, hát így már csak egy lövés kéne rá. Remek, nagyon szép. Vissza a PCR-re. Gonzalo úgy látom, hogy hibázott egyet. Egyébként kicsit félek, nem fogok az udni. Kicsit félek. Oké, még nem spottoltak be, még mindig nem. Az IS-2-t talán el tudnám vinni, akkor a Gonzalót. Várjál, repesz romboló. Hát ha. Jó. Na még egyet. Csak félek a háttérben lévő TD-től. Oké, a terv a következő, kicsit várok. Mentől kezdődően a háttérben lévő Kemper TD nem lát bennünket. Kapott egyet az IKV. Nagyon jó, és akkor páncél ez a tesztelés. 2.38. Olyan potenciális 8-as sebzés rendelkezik a Blesk, szóval igazából szerencsés voltam. Például ugye a felső lemezről pattogtak, ami úgy menő. Ó, ne. SPC középen. Attól tartom, nem lesz esélyem elmenekülni. Nem tudom, hogy van-e értelme kockáztatni. Hogy elvileg jó az átszázás értéke ennek a Light-nak. Ó, ne. A Gonzalo érezte. A Gonzalo érezte, hogy pontosan hol vagyok. Igen, mert ugye nem tudtam elhagyni a területet, mert középen ugye ott volt a spitz, és attól tartottam, hogy hiába jó átszázási érték bespotolések, hogy a vége a dolnak. Ez van.
Az ellenfél az igazság, hogy a legtöbb 8-as tankjából sokkal jobban játszott, mint mi. Tényleg jól csinálták. Azért abban bízom, hogy kapok még ez a tankval olyan térképeket, ahol valamilyen szinten meg lehet mutatni azt, hogy ez egy könnyű tank, és ezzel a könnyű tankkal lehet deríteni. Csak ugye okosabban kell játszani, mint az ellenfél. Tehát tényleg egy sima standard átszázás párbajban, hátrányban vagyok. De tudjátok, mit megnézzük, hogy pontosan ez a kör hogy alakult, és akkor vetünk egy pillantást arra, hogy egész pontosan így számszerűsítve az átszázási faktor a különböző lightning esetében hogy működik. De megnézzük, hogy egy blask milyen arányban tud bennünket beütni. Meg az az érzésem, hogy a blaskkel szemben a védelmünk eléggé baba. Például 31 lövést pattintottunk le, 88 tölti arány. Én azt gondoltam, hogy 1900-zal nem voltam jobban a körben, de a játék azt mondja, hogy 1900-zal top 1 voltam a csapatomból, ami mindenképpen pozitívum. És az a kör egyébként, az a baj, nem ért sokat zsetonban. Hát, folyószikúra töltés, hát igen, a folyószikek ugye a direktívák miatt ugye eljut egy kevés zsetont. Viszont azt akartam megnézni, hogyha itt most mondjuk listázzuk, tök mindegy, hogy stationary camo-val nézitek, vagy moving camo-val, ugye a lightoknál ez nem változik, 18-as külműtalunk esetében. Kicsit talán megérni ezt kisebbé tenni, hogy jobban lássátok, egy kicsit még kisebbé, és akkor talán így fog jól látszódni. Oké, szóval ugye az RC kiemelkedik átszázás szempontjából, 22 fölötti az átszázás értéke. Ugye az LBR megközelíti, de az LBR nagyon kicsi ugye a látótávolsága. Az LHMTV, illetve a 12T, meg az LT-432, meg a T-92 szintén nagyon király átszázásra rendelkezik, de igazából az LKPZ-70-nek nincsen olyan nagy szégyenkezni valója. 16%-os átszázási érték. Azért van pár tank ugye, ami előtte van. Viszont ha csak a prém kategóriát nézzük, tehát kivesszük ugye a tetriben lévőket, akkor egy kicsit már jobb a helyzet. De még így is azért rengeteg olyan light tank van, amik ugye előtte vannak ebből a szempontból. Meg ugye, amit nem említettem, de amúgy fontos, hogy az LKPZ-70 valamiért kapott egy 380 méteres látótávolságot. HVG 12, ott van 410 méterrel, ugye egy tetri tankról beszélünk, ugye a bulldog is egyébként jobb látótávolság rendelkezik. Látótávolság azért fontos, amikor egy spotter párbajba megyünk bele. Egyébként ezekkel a bónuszokkal együtt az átszázási érték 38%, ami hát nem a legjobb egy külműtank esetében. Ez sok közepes tank egyébként tud ilyen átszázási értéket. Oké, Corellia. Viszont ez egy olyan térkép, ahol van értelme középen játszani, és valamilyen szinten rámenni az átszázási értékre. Mindenképpen megtartjuk egyébként a spotter loadoutot erre a körre. Bár hozzá kell tennem, hogy kicsit félek neki menni az AC Evennek, meg az LT-432-esnek, még a Blastnek is egy kicsit, mert a tankom lassú. Alapvetően eléggé nagy. Szóval kicsit necces, de azért próbálkozzunk középen. Jó, elsősorban egyébként arra építünk, hogy lesz olyan ellenséges könnyű tank, aki középen megpróbál hibát elkövetni. Egy kicsit túltolja, bekap mondjuk egy rossz szöget, akármi. Jó. Ez eddig eléggé perfekt. Egyébként sebzek, mindenképpen sebzek, mert nem bízom a többiekben. Én nagyon sok esetben, amikor szóló light tankozás produkálok, azzal találom szembe magam, hogy a többiek nem támogatnak. Ott célpont, ott vannak spotton, és
Arra, hogy a support az elmarad. Jó, ettől közelebb én, hát nem merek menni egyelőre. Szóval nem tudnék elbújni. Tehát tegyük fel, mondjuk elmegyek ehhez a sziklához, mondjuk itt van az LC, bespottól, és valami onnan felbukkan, akkor nem tehetek semmit. Tehát a kezdőpontról szintén ellőnek. Szóval kicsit romban tartom magam. Nem kell kockáztatni. Tudom, hogy nem egy hiperaktív játék, de ebben a helyzetben nem tudom megérje ettől agresszívabbnak lenni. Wrecker kapott, és akkor talán valaki elviszi. Szép. Oké. Nem vagyok jó spotterta, mint egy ilyet szívem. A játékos hibázott. Szerintem én nem használtam úgy álcázási értéket. Mármint álcafestést, vagy akár álcaképességre az LC-jém. Mondom, ha kevés a legénységi skilletek, akkor direktívából meg lehet oldani. És még valaki azzal jönne, hogy de chef, nekem erre nincsen pénzem, mert én free-to-play vagyok. A free-to-play accounton szintén ezt használom. Ez egy nagyon jó megoldás. Ennyi pénzzel még annak a játékosnak is van, aki free-to-play-ben tolja a játékot. Ennyi pénznek kell lenni az accounton. Oké. Szóval a Blesk a még kérdéses. Egyébként igaz, hogy én tőle kezdődően mehetnék kicsit agresszívabban. De nem hiszem, hogy nekem csak azért megrindulnom, mert a boroskólák pingelnek, hogy spottoljak nekik. Igen, pingelgetnek, hogy menjek sportet játszani. Nem. Nyugodtság van. Hagyjuk hibázni az ellenfelünket. Van még egy Blesk valahol az ellenféltől, nem kell kapkodni, nyugodtság van. Jók vagyunk. Nem kell túltolni. Amúgy tudod, hogy mi a baj a heavy oldalon? Az, hogy nincsen support TD-nk, mert valamiért mindenki oda akart menni, hogy majd lövi, gondolom, hogy az én spottomat. D34-est ugye én spottoltam be. Nyilván azt a 34-et senki nem látja. Meg kell bíznom olyan szinten a többiekben, hogy majd fogják tudni darálni ugye a boros hullákat. A Ferdinandban meg a Blesszben valamilyen szinten meg kell bízni. És hát nekem támogatnom kéne a többieket, nem tudom, hogy tudom-e. Lehetek őszinte veletek, nem tudom, hogy tudom-e, de amit tudok, azt megteszem. Innentől 0 HP-n van, oké. Bespottol, de papíron semmi gond. Ó, ott a Blesk. Egyet tudok neki adni. Nézzünk akkor egy ilyen Last Man Standing taktikát. Van még egy artink, lesz még egy boros kúla, ami majd ugye tud darálni a beérkezőket. Rendben. Tájpot boros ellőheti. Nem, nem lőheti el. Lehet, hogy a lőbe megpróbál majd blindolni. Oké. Okay. De mint a semmi. Lőve az nem pusol, mert érzi ugye, hogy van baj. Oké, okay. Nem spottolt ebbe. Nagyon jó hír. Kicsit tartjuk a pozíciót. Abban bízunk, hogy... Hát, abban bízunk, hogy majd lesz support, de az ugye nem igazán van. Szóval damage. Amennyit csak tudunk, damage-eljünk. No spotter, nem is spottol, mi? Hát, most már csak elvisszük. Kell a kill. Amúgy vége a körnek.
Nagyon-nagyon sajnálom ez LKPZ-vel, ez a kör nem lett meg, pedig az ellenfél mögött hibázott már az elszívönnyével. Amúgy én mondom nektek, hogy ez a kör elsősorban azon ment el, hogy mindenféle valódi ok nélkül mindenki felment a sniper camper állásba játszani. Hát mindegy, amit tudtam, azt megtettem. Ez egy elképesztően gyors mérkőzés volt, 5 perces. Sőt, oké, 6 perc, de akkor is ez egy nagyon-nagyon-nagyon gyors kör volt. Én például nem maradtam arról, hogy a Bet 12 télen mi történt. Szerintem lőttek volna a többiek, amúgy ettől többet is. Sajnálom, hogy nem lehet megnézni, hogy az ellenfél LC játékosa milyen szintű átszázásra rendelkezett, mert fura volt, hogy én felszpottoltam. Tehát alapoptikával mindenképpen furcsán nézett ki. Az igazság az, hogy alapesetben egy LC event ilyen 50 méterről tudsz proxyból kispottolni. Alapvetően arra, ami történt, nem igazán volt esély alapesetben. Ez egy nagyon-nagyon fura megoldás volt. Hát igen, egy kicsit kevés a kredit. Én nem tudom egyébként, hogy ez az LKPZ mire fog az embereknek bejönni. 1900 sebzés, 1000 assziszttól. Hát ugye egy Sand River, ahol nem igazán tudtam mit csinálni ebből a szempontból, egy Airfield, ami szinte nem egy spotter térkép. Ugye itt Karelian 1000 assziszt összejött, csak ugye nem igazán játszott középen az ellenfél, tehát nem nagyon tudtam itt bespottolni. Nem akartam kockáztatni sem. Hát figyeljetek, tudom, hogy nekem ezek a tank elemzések így az RFN7 meg az LKP esetében eléggé negatívak, tehát hogy nem igazán dicsértem agyon ezeket a járműveket. De hát a Csorút CC RNG ellenére ezek a tankoknál nem működtek annyira elképesztően OP-n. Azt tudom mondani egyébként az LKPZ-ről, mint amit az RFN7-ről, hogy nem tartom alapesetben ezt egy gyenge, könnyű tanknak. Valamilyen szinten jól működik, élvezetes, lehet vele játszani király mérkőzéseket, csak ugye a nagy hármast, a már említett LC-vönt, ugye a sport szempontból, az EBR-t a sebzés per sebesség szempontból, az LT-432-t páncélzat per tüzelő szempontból nem képes leiskolázni. A top 3-ba az LKPZ nem fér be, a top 10-be talán, mindenképpen érdekes ugye ez a lefüggesztés mechanika, de igazából a 10 fok gandap az elég szinte minden helyzetben, nem hiszem, hogy a sebesség elvesztése, a tűzerő nerf, ugye sokkal kisebb a DPM értéke, mint egy Black Dognak vagy HVK30-nak, megéri, hogy egy kicsivel ugye jobb a páncélzat, vagy jobb a lövegsüllyedés. Nem érzem előnyöket igazán előnynek ennél a tanknál. Inkább ez a felfüggesztés egy ilyen izgalmas szempont. Egy-két helyzetben jól jöhet, hogy például te már rá fogsz látni az ellenfélre, ő ugye még csak akkor fog beérni a pozícióra, és akkor te ugye 17 fokos gandapeddel leformulod, ami nyilván nem igaz, hanem mondjuk lősz bele egyet, jobb esetben kettőt. Nem tudom dicsérni az LKPZ-t. Rossznak nem gondolnám, tehát azért még mindig sokkal jobb, mint mondjuk egy T-92. A T-92-től Herótonban utálom azt a könnyű tankot. Tehát egyébként egy élvezetes tank, csak én úgy érzem, hogy ez a tank inkább építene a sebzésre, ha már ugye a spotra, a sebesség, meg a viszonylag rosszabb átszázási értéke miatt, ugye a mérete miatt nem a legalkalmasabb. Csak hát nem jó a DPM értéke. És nyilván azért nem jó a DPM értéke, mert ugye a különleges manikál miatt ugye a Wargaming a DPM értékét lesípte. Hogy buffolják-e az LKPZ-t, vagy az értmenetest, simán elképzelhető, mind a kettő tankra ráférne egy minimális erősítés. Az LKPZ-nek DPM buff az mindenképpen kéne, mert jelenleg egyébként arra a szerepkörre, hogy te egy spotter tank, vagy bemész és mindenkit felspottolsz, mindenkit megalázol,
nem a legalkalmasabb, ráadásul szerintem az emberek nagy része az LKPZ-t nem is fogja élvezni igazán, mert ugye, ahogy kifejtettem az LPL mérkőzés alatt, ugye a meta az nem igazán kedvez a könnyű tankoknak. Itt a TD-k, az ilyen papír TD-k, az önjáró lövegek, meg ugye a könnyű tankok, azon a metából kiestek. A metát uralják ugye a gyorsabb, nehéz tankok, a hulldown heavy tankok, jobban védett TD-k, illetve ugye a közepes tankok. Na jó, ennyit erről. Kicsit húzom a számot az LKPZ kapcsán. Volt már a kezem ügyében jobb tank is, mint az LKPZ, de hozzászólásban jöttek a meglátások, vélemények, én sem voltam. Nagyon szépen köszöntöm a figyelmeteket, és tudjátok, hamarosan megint találkozunk. Addig is sziasztok! Lost in the realm of our kingdom, they say he was a king who